A szülés után visszatérő Farkasinszky orsolyával és a sérülése után ismét pályára lépő Papp Klaudiával soraiban kezdte a meccset a hazai csapat, amely 5 ponttal elveszítette az első negyedet. A második 10 percet is a vendégek nyerték 6 ponttal, a harmadik negyedben viszont faragott 3 pontot hátrányából az NKS. Az utolsó negyedben aztán a házigazda elkezdte termelni a kosarakat, aminek következtében megfordították az állást, és végül 5 pontos sikerrel zárták az alapszakasz Farkasinszky Gyuláné tanítványai. Jó mérkőzés volt. Tehát megpróbáltuk ugye mi a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, ami az elején nem nagyon sikerült. Ugye inkább futottunk utánuk, mert lényegesen gyorsabb, agresszívebb kosárlabdát játszottak, mint amit mi. Nekünk azért elég sok idő kellett, amíg fel tudtuk venni ezt a ritmust. Ugye fél időben még az ellenfél vezetett is, ugye, ami nagyobb gond és probléma volt, hogy 52 pontot kaptunk egy fél idő alatt, ami nagyon sok. Tehát ezt nem szabad megengedni. Ugyan dobni is dobtunk 41 pontot, tehát azzal sem volt különösebben gond meg probléma, csak ugye a védekezés kellett valamilyen szinten összerakni, hogy kicsikét határozottabban kosárlabdázunk, kicsikét a védekezésnél több segítéssel menjünk. Maradtunk végül is végig emberfogáson a zónába, beálltunk, ott viszont ugye kinti dobásokkal megszóltak bennünket. Megpróbáltunk mindent, ami csak tőlünk tellett, hál' Istennek a két lány úgy szállt be, hogy hasznosan. A nyíregyházi kosársuli 8 győzelemmel és 8 vereséggel az 5. helyen zárta az alapszakaszt az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában. Egy siker hiányzott ahhoz, hogy a felsőházba kerüljön a csapat, de a szakmai igazgató is sem elégedetlen, mivel a két kulcsember hiányában a korábbinál több teher hárult a fiatalokra. A fiatalok olyan nagy erőről és akkora nagy akaraterőről tettek tanúbizonyságot, és azokban a kritikus időszakokban, amikor az a két játékos nem állt rendelkezésünkre, ők tényleg mindent beleadtak abba, hogy az egyesületnek azt, ami ugye éveken keresztül a neve és mindene meg volt, hogy ők azt megpróbálják ugyanúgy az eredményeket hozni. Tehát én csak maximális elismeréssel tudok róluk beszélni. Mondom, számomra egyedül ez az egy szónoki vereség az, ami fájó vereség. Na hát, ez meg sajnos benne van. Az NKS 6 másik csapat társaságában a 10.-18. helyet játszik majd a folytatásban. A cél az, hogy a mezőny első felében végezzen az együttes, amivel a következő szezonban érvényes lebonyolítási rend szerint az erősebb csoportba kerülnének a nyíregyháziak.